Egy korterem is lehet menő. Ezen a címen hirdetett országos rajzpályázatot az Őrzők Alapítvány, melynek az eredmény hirdetésére és a kiállítás megnyitójára február 5-én került sor egy budai bevásárlóközpontban. 6-tól 14 éves korú gyerekeket kértek arra, hogy minél barátságosabb és izgalmasabb kortermet rajzoljanak, ahol a beteg gyerekek otthonosan érezhetik magukat a gyógykezelések ideje alatt. A pályázat kiírásának fő célja az volt, hogy segítségül hívja a gyermekek ösztönös kreativitását, ötleteket, inspirációt merítsen egy újfajta korterem, az egynapos osztály kialakításához a Tűzoltó utcai gyermekklinikám. Az egynapos osztályt azt úgy kell elképzelni, hogy olyan kezelések zajlanak, amit ma jelen pillanatban kórházi bentfekvéses formában végzünk, tehát azok a gyerekek is bent vannak a korteremben, akiknek az állapotuk egyébként lehetővé teszi azt, hogy a kezelést követően hazamenjenek. 1270 rajz érkezett a pályázati felhívásra, több mint 200 iskolából, mely a párhuzamosan az Őrzők Alapítvány a Moholy Nagy Művészeti Egyetem építészeti intézetével közösen meghirdetett egy belső építészeti ötletpályázatot is az egynapos osztály megtervezésére. Össze kell vonni azt, hogy nekünk van egy munkaterünk, ami nagyon fontos, hogy minden biztonságosan megvalósulhasson, de ugyanúgy tekintettel kell lennünk a gyerekekre is, hisz nekik ez egy valódi életterük. Különösen daganatos betegek több napot ott töltenek benn, hát nem lehet az, hogy ilyen rideg falak legyenek, fehér ágyak legyenek. Az esemény védnöke Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár volt. Voltak éppen nem lett meg, de mégis mindig megérint, amikor a gyerekek ilyen elsöprő nagy szeretettel reagálnak egy olyan felhívásra, amelyből közvetlen hasznuk nincsen, csak adhatnak.